this one by Mattingly. Oh, hang on to the roof. Goodbye, home run, Don Mattingly. Swung on and hit in the air to deep right. That ball's high. It is far. It is gone. Bernie goes boom. He hits a three-run home run to right field with two out in the eighth. Yankees take an 8-5 lead. Burn, baby, burn. Swung on a drill deep to right field. There it goes. See ya. Into the upper deck. David Justice with a three-run home run. And the Yankees have come all the way back. They lead 6-4. Get your tokens ready. You might be boarding the subway. Oh, what a big home run for David Justice. Chanting Paul O'Neill's name. Well, still six outs to go. Sean pops it up. He ran right into the catcher. What a catch! And what a you see that? Play by Jorge Posada with his bare hand. That was unbelievable. Baseball. Figgins backed him off. They got tangled up. Jorge Posada dropped his glove and he made a catch barehanded. I've never seen that before. Swisher skies one into center. Back at the wall. This ball is off the wall. One run scores. It'll be Nunez. Jeter right behind him. And with that, the Yankees have taken the lead. Down 9-0. They lead it in the eighth, 10-9. Judge hits one to center field and deep. Going back, love Kiermaier. It. Turning, looking. See ya. A monster home run. Back-to-back home run. Center field. Sanchez is watching. This ball's flying. Three-run blast out of Fenway Park. All the way out. Rebell sets and deals. Strike three. Ball game over. Yankees win. And it's perfect because the greatest closer in history now has the most saves in history. First at bat of the game. There's a fly ball deep to left. It's on its way. There it goes, and the Yankees are going to the World Series. Aaron Boone has hit a home run. The Yankees go to the World Series for the 39th time in their remarkable history. Aaron Boone down the left field line. They are waiting for him at home plate, and now he dives into the stump. The Yankees win it 6-5. Ball game over. American League champion. Sziasztok, ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankee háza Yankees-zel kapcsolatos podcastjének immáron a 27. adása. A mikrofonnál DS, Mike és B. Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit. Ismét készültünk nektek egy adagnyi, illetve egy heti meccs összefoglalóval, néhány hírrel és folytatván az előző heti témánkat. Most az American League-nek egy ilyen mini beharangozójával. Szerintem vágjunk is bele. Let's go. Hírből nincs sok igazából, tehát kevés dolog történt a csapat körül, ami egyébként jó, mert az azt jelenti, hogy nincs sérülés, vagy legalábbis nincs komoly sérülés a héten. Reméljük, hogy ehhez tartják is magukat most már srácok a szezon nagy részében. Igen. Egy jó hírrel kezdünk, ugyanis az opening day-re már legalább 9000 rajongó ott lehet a Yankee Stadiumban. New York kormányzója és a New York állam egészségügyi hivatala ugyanis megegyezett abban, hogy a stadion 20%-os kapacitáson lehet majd a szezon kezdetkor, ami hát egy körülbelül 9000 embert jelent majd. Természetesen a
az egészségügyi szabályok betartásával, úgy, mint maszkviselés, távolságtartás, egyebek. De azért ez mindenképp jó hír, szerintem azért 9000, majdnem 10000 rajongó az már azért fog tudni valamilyen hangulatot prezentálni. Nem lesznek olyan üresek a meccsek, az biztos. És hát reméljük, hogy szépen fokozatosan majd javulni fog a vírus helyzet, mind ott, mind itthon. És ott ugye ez annyiban jelentős, hogy akkor egyre több ember fog majd tudni menni a mérkőzésekre. Azt olvastátok, hogy a Texas Rangersnél az a terv, hogy az full kapacitás. Full igen. Kapacitás. Igen. Gratulálok. Nem úgy van, hogy Texasban a legrosszabbak most az adatok, vagy az Miami? Texas az most, mint hogyha valamilyen külön állam, vagy külön, nem tudom, állam az államban, vagy valami ilyesmiként tekint magára. Tehát ott konkrétan, ott nem is tudom, ott valami, voltak valami nagyobb balhék, nem? Ott valamilyen teljes önállóságra akarnak törekedni, és így nem hajlandóak az országos protokollokat betartani, vagy valami ilyesmi volt. A maszkviselést sem, azt is eltörölték, hogy kötelező. Igen, akkor igen, azzal kapcsolatos, igen. Igen. De ez tök fura, hogy az opening day-re van a full kapacitás, a többi meccsre, ott is nem tudom pontosan, hogy hány százalékos, de írták is a neten, hogy tök jó, hát akkor az opening day-en mindenki megfertőz mindenkit, egy-két dolgozót is, akik viszont kint lesznek a többi meccsen. Hát egyelőre nagyon nagy ötletnek tűnik a részükről, de hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, reméljük a legjobbakat azért. Minden esetre a Yankee Stadiumban is lesznek rajongók. Amit viszont egészen biztos nem fognak látni, az Giancarlo Stanton az outfielden, legalábbis a nyitő napon. Ugye beszéltük is egy pár adással ezelőtt, hogy a hírekben az volt, hogy Stanton jól mozog, és úgy volt, hogy az outfielden is fog játszani, de a héten jöttek a hírek, hogy egyre inkább úgy tűnik, hogy kizárólag kijelölt ütőként számít rá a csapat. Elképzelhető, hogy majd egy-két alkalommal azért kint lesz a pályán is Stanton, de ez ritkaság számba fog menni. És ami még biztos, a Aaron Boone adta hírül, mi meglepő, most erre készüljetek föl, Gary Sanchez lesz a kezdő catcher az opening day-en. Már lesokkolt wow. Titeket, nem? Szóhoz sem jutok. Igen, ez... Megnézzük volna mindnyáján egy sérült csirinoszt. Számomra ez annyira egyértelmű volt, mert az első pillanattól fogva, hogy nem érzem át a hír értékét ennek, hogy ezt különbe kellett jelenteni, de hát Boone jobban tudja. Ez biztos. Az igaz, ilyen csirinosz kezd. Majd beküldi Mike Fordot pincs hitelni Sanchez helyett a végén. Mike Fordot leküldték a AAA edzőtáborba még valamikor most hétvégén, ha jól emlékszem. Akkor a mai meccset ő fogja megnyerni, ez azt jelenti. Klasszik ilyen kis move. Hát ezen kívül még olyan fantasztikus hírek voltak a Yankeesnek a hivatalos oldalán, hogy Chad Green most éppen curveballt gyakorol dobni, meg Aaron Hicks lesz a harmadik számú ütőjátékos az ütősorban, tehát ilyenekről nem gondolnám, hogy külön beszámolót kéne tartanunk. Ugorjunk is tovább a múlt heti mérkőzésekre. Ugye múlt vasárnap éppen a Blue Jays ellen játszott a Yankees, amikor vettük fel az adást, és egy közben többször is ugye hírtattunk róla, illetve a nagy 9. inning béli feltámadásról. 5-1-re nyert a Yankees ezen a mérkőzésen a Toronto ellen. Davy Garcia kezdett, 3 nagyon jó inninget hozott össze, egyetlen egy pontot hoztak róla egy találatból és 2 sétából, de ez az egy pont is egy védelmi hibának köszönhetően ért be, így tehát nem volt kiérdemelt pont, tehát az earned run average-ét azt nem befolyásolt a Davynek. 2 strikeout-ot osztott ki a 3 inning alatt, őt követően pedig 5 különböző dobó, 6 inningen át összesen 1 találatot engedett, tehát egészen fantasztikus volt ismét a dobó egységünk. Végig 1-0-ra vezetett a Blue Jays, és a 9-ben 5 pontot hoztunk be. Itt ugye hát nyilván a csereemberek voltak már azok, akik villogtak. Sikerült megtelíteni a bázisokat, 2 sétával betolt 2 következő ember 1-1 pontot, valamint Max McDowell volt, aki ütött egy bázisokat letisztító duplát, ez volt az 5 pontért felelős
akció igazából. Utána következett a Phillies elleni meccs, ahol folytattuk a győzelmek sorozatát, és 4-2-re nyertünk. Domingo Germán kezdett a dombon, és nem is tudom, hanyadik nagyon jó startja volt ez már így a tavasszal. 4 játékrészt dobott végig, 3 bázisütést engedett, és 1 sétát, viszont kiosztott 6 strikeoutot. Germán villog, gyakorlatilag minden startja élményszámba megy. Őt Mike King követte 3 inning alatt, feladott egy homerunt, de ezen kívül hát még 2 bázisütést, meg 1 sétát is, de nem igazán tudták őt se elkapni a Phillies ütői. A pontjainkat pedig Sanchez szállította, illetve Giancarlo Stantonnak volt 2 bázisütése és 2 RBI-ja. A negyedik pontot pedig a szintén jó számokat, vagy jó tavaszt produkáló Rob Brantley hozta be. Úgyhogy lehet, hogy ezért hír, hogy Sanchez a kezdő catcher, mert Rob Brantleynek ilyen jó tavasza van. Tehát valakibe felmerült, hogy Brantleyt kéne kezdeni. Hát gondolom egyébként nyilván higasi oka miatt, ugye, hogy tavaly ő catchert Cole-nak a startjai nagy részében, főleg a szezon második felében, meg a playoffban, ugye, de hát egy opening day-re azért csak nem igazi okát írják be, hogyha Sanchez egészséges. Nem, Chirinoszt. Igen. Róla mindig a Chirinosz jut eszembe, az a reggeli kukoricapehely. Yeah. Nekem a stadionos adásaink, amikor a kajákról beszéltem. Egy forró Chirinosz. És hát kedden játszottunk a Detroit Tigers ellen, ami 7-4-es Yankees sikert hozott. Gerrit Cole kezdett a dombon, és 3,2 inninget hozott le. 3 találatot adott föl, 2 pontot, ebből mind a 2 homránnal volt összehozva. 1 séta és 5K szerepelt a neve mellett. Luizika 2,1 inninget dobott le, ez alatt 2 sétát és 2 K-t osztott ki, ami szintén egy jó eredmény. Frazier pedig 3-3-at produkált, szóval előtte le a kalappal. Ugye 3 at-bat és 3 hit, amik között volt home run, illetve 2 RBI. Urshela 2-2-vel zárt, és RBI-jal, Taukman pedig egy 2 pontos home run-nal. Úgyhogy kitettek magukért a fiúk, és akkor így lett 7-4 az állás, vagy hát a végeredmény. Igen, ott végre egy kicsit eldurrant az ütősor, hogy aztán másnap ismét szinte döntetlen közeli és pont nélküli eredmény szülesen. 1-0-ra vertük ugyanis a Toronto Blue Jays együttesét. Átéltünk a Soccer Podcast-től? Igen. És itt hát Jordan Montgomery-t kell kiemelni mindenképpen, aki kezdett, és 5 inningen keresztül nem engedett találatot. Egyetlen egy ember tudott bázisra kerülni róla a Torontóból, ez is egy sétával, és Monty pedig kiosztott 4 strikeoutot. Nálunk az egész meccsen az ütősor 5 találatra volt képes, ebből Stanton és Judge 2-2-t vállalt fejenként, Dietrich pedig 1-et. Az egyetlen pontunkat Gleyber Torres RBI groundoutja szállította, előtte volt egy védelmi hiba, tehát ez sem kiérdemelt pont volt, tehát itt az összes dobónak 0-as ERA-je lett a meccs végére, ami azért elég ritka, de lényeg, hogy behúztuk a győzelmet. Azért is, mert utána következett egy szünnap, ami egy picit megakasztotta a csapatot. És azt követően aztán majdnem sikerült újra egy 0-as győzelmet összehozni, de a végén elrontottuk. Végül 4-1-re kaptunk ki a Phillies-től, egészen a 9. inningig 1-0-ra vezettünk, de David Garcia kezdett a dombon. 3 inning alatt ugyan feladott 4 sétát, meg hát csak 2 strikeoutot osztott ki, de hát nem hoztak róla pontot a Phillies ütői, úgyhogy ezt elkönyvelhetjük a jobb startok közé megint. És Davy után is Chapman, Darren O'Day, Wilson és Green lehozott 4 nagyon sima inning. Mindössze 1 darab sétát osztottak ki, úgyhogy esélytelen volt a Phillies. De aztán a 9. jött Pirklo, és őt eléggé megcsapták, megfordította az eredményt az ellenfél. Hogy említettem, 4-1 lett a vége. Ütésben Voight és Hicksnek volt 2 bázisütése, és Voightnak volt egy sack fly-ja is, ugye azzal hoztuk be az egyetlen pontunkat. És hogyha azt hittétek volna, hogy
elég volt az egypontos meccsekből, akkor tévedtetek, ugyanis az Óz ellen játszottunk, ahol 1-2-re nyert a Baltimore. Mike King kezdett a dombon, 4 inninget hozott le, 2 találatot adott föl, 1 sétet, illetve 6 K-t. Őt Loizaga követte 2 inninggel, 2 találattal, 1 ponttal, ami ráadásul home run volt, illetve kiosztott még 1 K-t is, és hozzátartozik, hogy ez volt az első feladott pontja a tavasszal. Loizagának sajnos becsúszott ez is, de alapvetően egy nagyon jó tavaszt zár, vagy csinál ő is. Ami az ütést illeti, hát 3 találatra volt jó a Yankees ezen a meccsen, az egy pontunkat pedig Gio Urshela ragasztotta fel a táblára egy homránnal, és akkor így lett 1-2 a meccs végeredménye. És hát a már nagyon sokat emlegetett Blue Jays-el játszunk jelen pillanatban is. Így van, és megint eldurrant az elsőben az ütősor egy picit, lévén 4-0-ra vezet a Yankees, mind a 4 pontot az első inningbe sikerült fölpakolni. Voigtnak volt egy RBI duplája, Clint Frazier-nek egy 2 RBI duplája, és Dietrichnek volt egy RBI szinglie. Eddig most a második közepén tartunk. Gerrit Cole kezdett nálunk a domban, és egy nagyon jó első inning után most egy nagyon jó második inninget is tol éppen, amit egy strikeouttal kezdett. És ha már strikeout, akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy elkámozzam B-nek a Frisch Baseball-os blogját, ami a strikeout.blog.hu névre hallgat. És hát most még első körben itt a podcastek vannak oda is feltöltve, illetve elkezdtél már ugye egy cikksorozatot is a beharangozókról, ugye? Így van. Köszönöm szépen a reklámot. Most meglepett, nagyon szépen átkötötted. Igen, ugye írtam egy bemutatkozó posztot is a blogra, gyakorlatilag a podcast tovább gondolása, vagy hogy is fejezzem ki magam, ennek a tovább gondolása a blog. Ugye elég sok anyag összegyűlt, ami az egész MLB-t érinti, gondolok főleg a stadionokra, meg a hát múlt héten, meg ma is, hogy így röviden átbeszéljük az esélyeket, meg hogy ki juthat rájátszásba, meg tippelünk, de kicsit azért ilyen bővebben összegyűjtöttem a dolgokat, és úgy gondoltam, hogy akkor miért ne jelenjen meg írásban. És ha valaki ellátogat a blogra, akkor ugye láthatja, hogy ott van egyéb snapbackre keresztelt, ilyen történelemmel foglalkozó sorozatot szeretnék, meg a popkultúra, azt veled DS már beszéltük, hogy jó lenne kicsit abba is belefolyni. Úgyhogy hát ahogy időm engedi, úgy majd próbálok több témában is írogatni. Igen, és hát ugye azt mondjuk el, hogy ez nem kifejezetten ilyen kízes blog, hanem ez egy konkrétan ilyen MLB-vel általánosságban foglalkozó, nyilván közt a ilyen kízzel is, és azon belül pedig minden tulajdonképpen, amit hozzá lehet kötni az MLB-hez, legyen az akár történelem, akár bármilyen popkulturális dolog, vagy statisztika, az minden szerepelni fog majd ezen. Ihlettől függően, gondolom. Igen, ötlet teim vannak, popkultúrára még annyira nincs, történelemre van, csak hát az időigényes dolgok. Most indul a szezon, az azért elviszi majd az időmet, de hát majd szép lassan. Hát nem mindennapi frissítés lesz, az biztos, mert ahhoz kevés a szabad idő, de úgy rendszeresen. Hát nehéz minden nap követni az MLB-t, minden nap írni az eredményekről, mert az azért az... Ha már este a munka után van az embernek ideje, az már késő, mert a másnapi meccsekről kéne akkor. Tehát kövessétek majd B-nek a blogját is, strikeout.blog.hu. MLB oldalát. Jaj. Igen, a blog.hu-n a B felhasználó név már foglalt volt, úgyhogy ezért lett ez a fantasztikus MLB név. Az nem volt foglalt. És akkor nézzük a heti témánkat, ami ugye az American League-nek a divízióinak egy kicsit ilyen beharangozó jellegű dolga lesz, úgy minult héten a National League-nek. Mire számíthatunk nyugaton? Remélem, hogy hoztad a Pekota rangsort ismét. Hát akkor kezdjük a nyugati divízióval. Szerintem gyorsan a Texas Rangers-en essünk is át, mert valószínűleg ők lesznek az utolsók a csoportban. Hát ők egy mennek keresztül, valószínűleg nem sok sót fognak megenni. Ezért igazolgattak, ugye
pár résszel ezelőtt, még valamikor januárban talán beszéltünk a két japán dobóról, ugye Suganóról, meg Ariharáról. Uh-huh. Sugano végül nem igazolt az MLB-be, de a Rangers behúzta Kohei Ariharát, úgyhogy ugye próbálnak erősíteni is, de például Lance Lynn, aki nálunk is megfordult dobójátékos, őt elcserélték a White Sox-ba, úgyhogy azért az a jelzés az megvan, hogy ők azért az újjáépítés felé indultak el. És mellettük még a Mariners-t tartják kicsit esélytelennek. A Mariners-t is egy pár hete említettük, hogy milyen botrány van körülöttük. Az egyik most már volt vezetőjük gyakorlatilag minden olyan dologról, ami nyílt titok volt, és mondjuk az MLB tulajait rossz színben tünteti fel. Arról konkrétan nyilatkozott, hogy ez valóban így történik. Kicsit állabál a Mariners körül. Ja, ami szempontunkból érdekes lehet, hogy James Paxton visszaigazolt oda, meg azért nincsenek rossz játékosaik. Ja, amikor itt a botrányról beszéltünk, akkor kiemeltem Jared Kelnicket is, pont ő az egyik központi alak. Lenyilatkozták róla, hogy direkt nem fogja elkezdeni a Mariners-szel a szezont, hogy a szolgálati ideje ne ketyegjen. Viszont ő az egyik legígéretesebb tehetség a ligában, úgyhogy idén egész biztosan bemutatkozik. És ez ilyen kaliberű játékosok azért tudják húzni a csapatot, szóval én nem írnám le a Mariners-t annyira, de azért egyáltalán nem tartom esélyesnek sem őket. A Los Angeles Angels ugye mindig esélyesként fogják kezelni, amíg Mike Trout ott játszik, de ugye sose jutnak be a rájátszásba. Igen, de hát viszont, amíg csak ő addig. Igen, viszont ami érdekes, hogy ugye Shohei Ohtani igen komoly tavaszt produkál, 4 homerunt vágott, ráadásul szintén ilyen óriásiakat, tehát ilyen Batters Eye-on átütött dingeket. Úgyhogy hát emiatt elkezdtek szerintem bízni az Angels-ben, hogy na majd most összejöhet. Hát erősíteni nem nagyon erősítettek, ezért egy-két jó nevű embert behúztak, például Jose Quintana, ugye a rotációban szerintem jó erősítés lesz, de az Angels tényleg csak abban bízom, hogy Trout miatt egyszer valahogy becsúsznak a rájátszásba. Az Angels egy kicsit olyan, mint a Mets. Szerintem. Csak csúnyábbak a csapat színei. De arról egyébként most van hír, hogy Ohtanival mi lesz? Tehát ő most csak ütő lesz, vagy megint fognak szórakozni vele, hogy dobni is és ütni is? Megint dob majd, és amellett meg DH-kedik, szóval nem lesz outfielder. Hát a tavasz az elég jó, szóval osztogatja a strikeoutokat, ütögeti a homerunokat. Hát még ketten is, azért Trouttal ketten is kevesek. Hát meglátjuk, hogy Anthony Rendon is ott van, azért ő is eléggé komoly játékos. Szóval így nevekben jól állnak, inkább a rotáció az, ami mindig sérült, hogy nincsen egy ilyen kimondott ászuk. Mesélj még! Meglátjuk, hát ott van ugye az Astros, meg az Athletics, továbbra is ők az esélyesek. Az Athletics elveszítette Semient, ugye pont a Toronto Blue Jays-be igazolt, nagyon örülünk neki. Chris Davis is ugye elcserélték pont a Rangers-be, Elvis Andrusért. Tehát az Athletics mindig úgymond ilyen összekapargat innen-onnan játékosokat, most ezt így csúnyán mondom, és mindig jó csapatuk van. Igen. Igen, a rotációjuk meg ugye tele van egy csomó jó fiatallal, úgyhogy az erős. Szerintem most is hát jobbak lesznek, mint az Angels. Az Astros-t meg továbbra se írnám le, attól függetlenül, hogy ugye Verlander a Tommy John műtét miatt biztos nem játszik idén, meg George Springer ugye eligazolt szintén Torontóba. Tehát az Astros valahogy mindig összehozza azt. Meg még továbbra is jó a keretük, tehát Altuve, Correa ott van, Correa ráadásul szabad ügynök lesz ezután, a szezon után, azt tudjuk, mit jelent, hogy nagyon jó szezonja lesz. Illetve ugye most a Framber Valdez sérüléséről is beszéltünk 2 hete, erre reagálva Odorizzit is leigazolták. Úgyhogy én szerintem Athletics Astros párharc, vagy versenyfutás várható, de talán az Angelsnek is most egyszer a nagyszámok törvény alapján valaminek be kell jönni, de kíváncsi vagyok a Pekota, amit mond a Westre. Pekota
megfordította ezt a dolgot, legalábbis ami az Oaklandet és az Angels-t illeti nálad. Hát a Texas Rangers csontutolsónak mondják, 67 győzelem, 95 vereség a várható, és természetesen 0% esély a divízió győzelemre. Hát ők nem voltak ilyen kegyesek a Seattle-lel, mint te. Ők 70-92-t mondanak a Marinersnek, és szintén 0%. Az Oakland Athletics-et ők hát úgy értékelték, hogy keményebben érinti ez a Hendrix, Semien és Chris Davis kiesés, mint várható, mert 80-82-es alapszakaszt jósolnak nekik, és mindössze 5%-ot adnak arra, hogy valahogy behúzza az Oakland a nyugati csoportot. Az Angels-t konkrétan, hát éppen, hogy az Astros mögé rakja, 87 győzelmet jósolnak nekik, és 24%-ot adnak a csoport győzelmi esélyekre. És hát természetesen az Astros az első, 93-69-es várható győzelemvereség mutatóval is 72%-os odza van arra, hogy megnyerjék a csoportot. Kukák mindig kéznél vannak. Mi? Így van, amíg lehet dobolni a kuka fedő mentik. És hát igen, tehát itt, és ráadásul, hogyha jól látom, akkor az Angels-t hozták ki a legjobb nem divízió nyertes csapatnak. Tehát a sima wildcard, vagy hát nem sima, de wildcard helyre várják, sőt az első wildcard helyre várja a Pekot az ellét. Hogy mi? Ők jobbak lesznek, mint a Twins, vagy a White Sox, vagy mi, vagy a Jays. Twinsnél. Na hát a centrálban majd lesznek érdekes dolgok, ez már előre látható, arra azért készítettem. Igen, mondom, de jobbra mondják, mint a Rays-t is, mint a Jays-t is, és mint az Indians-t is, White Sox-ot is. Szóval, ja. Hát nem mondom, hogy okosabb vagyok, mint a Pekota, mert nem, de a múlt héten ugye a Braves-nek, amit jósoltak, az lepett meg. Meg az, hogy az Angels első helyen rakják a White Card-ra. Igen. Hát, igaz, hogy csak egy meccsel, tehát elég nagy a verseny ott. Ez alapján, de ők, ő nekik van a legjobb nem csoportgyőztes mérlegük a Pekota szerint. Okay. Na és akkor menjünk középre, vagyis, ja nem, először tippeljük. Nem, szerintem azt a végén. Végén tippelni. Jó. Szerintem igen. Ne kapkodjuk el ezt annyira. Mert még nem tudom, kit tippelek a wildcard-ra. Okay. Jó, akkor ugorjuk. A Pekotát. Igen. Ugorjunk akkor a Central Divízió, lássuk, hogy mit szedtél össze Béje ezzel kapcsolatban, vagy mik a gondolataid. Most Pekota bácsi kicsit összezavart, mert én úgy voltam vele, hogy a White Sox, meg a Twins, az igen valószínűleg valaki megnyeri a divíziót, meg az egyik a wildcard első helyét. Én úgy voltam vele. Ugye hát a White Sox-nál szerintem tavaly is beszéltünk róla pont a rájátszás előtt, hogy ők most élik azt a kort, mint mi 2017-ben, hogy a fiatalok elkezdenek beválni, és egy erős csapatot alkotni. És hát szépen igazoltak még melléjük, hogy az előbb említett Lance Lynn-t a rotációba, hogy akit említettél az Oakland Athletics-ra, Liam Hendrix-et. Úgyhogy szépen erősít a White Sox. Ott igazából egy dolgot mondanak így a szakértők, hogy új edző van, Tony La Russa, aki ugye World Series bajnok volt korábban, viszont már az idősebb korosztályhoz tartozik, és sokan azt mondják, hogy ehhez a fiatal csapathoz vajon hogy fog passzolni ő. Hát el tudom képzelni, hogy mivel óriási tapasztalata van, meg tudja, hogy kell bajnoknak lenni, ezért jól is elsülhet, de tényleg azon se lepődnék meg, hogyha itt a fiatal játékosok nem nagyon jönnének ki bele. Ez egy érdekes sztori lesz majd ebben az évben. A Twinsnél pedig hát ugye megtartották Nelson Cruz-t, oda vitték Andrelton Simmons shortstopnak, és hát J.A. Happ-et leigazolták. Hát ha mondhatom, hogy igen, így Odorizzi pótlására. Ami nekem meglepő volt, hogy az outfielder Eddie Rosario-t kivágták, ugye nem ajánlottak neki szerződést, ő még két évvel ezelőtt ilyen 32 homerunt vágott, de a Twinsnél is van egy-két ígéretes fiatal, aki feltörekvőben van, úgyhogy szerintem ők nekik megint jó szezonjuk lesz.
azért lepődök meg így a Pekpotán, de hát meglátjuk. A fiatalok nem biztos, hogy beválnak. Lehet, hogy Nelson Cruzon is látszani fog a kor, így 40 év környékén. És én olvastam egy érdekes, még nem olvastam végig, de egy érdekes elemzést, hogy az író szerint a Cleveland Indians az egy top 10-es csapat még mindig. Annak ellenére, hogy ugye Lindort és Carrascot elcserélték a Metsbe, Eddie Rosariót pont ők húzták be, illetve hogy a Shane Bieber, Zach Plisek még mindig ott van, tehát a rotációjuk az tök jó, viszont ez a line-up, ez hát eléggé gyenge. Még a csoportban szerintem még a Royals line-upja is jobb, mint az Indiansé, tehát meglátjuk, hogy a dobók meddig repítik majd őket, illetve hogy a Pekota mit mond, és hát akkor még ugye van a Royals meg a Tigers az totál újjáépítésben van, egy-két ilyen veterán szerződtettek ilyen egy-egy éves szerződésekkel, hogy azért legyen egy veterán jelenlét. Tehát ők várják, hogy a jó nevű fiatalok beérjenek, úgyhogy a Tigers-szel idén biztos nem kell számolni. Valószínűleg a Royals-szal sem, mert ők is kicsit előrébb tartanak az újjáépítésbe. Ők is azért igazolgattak szépen, meg Andrew Benintendit behúzták a Bostonból. Nekem tetszik a Royalsnak a line-upja, de azért még olyan komoly veszélyt szerintem nem fognak jelenteni a Twins White Sox párosra, vagy a Wildcardra sem. Szóval én itt azt várom, hogy vagy a White Sox, vagy a Twins behúzza a csoportot. Hát. Pekota mit mond? Pekota, menjünk hátulról. A legjobb. Tigers-t abszolút utolsónak természetesen, igazából ezen nincs is meglepődni, való valószínűleg utolsónak jósolja a Pekota, ugyanolyan átlaggal, mint a Rangers egyébként, 67-95. 0%-os esély természetesen a csoport megnyerésre. Kansas City Royals negyedik, 71-91-jel, tehát ők azért jóval kevésbé voltak jó fejek szintén a Royals-szal is, mint te, hogy te szereted a line-upjukat, a Pekota úgy néz ki, hogy nem. Viszont van egyetlen 1% esélyük megnyerni a csoportot. Erről a Dumb és Dumberből a jelenet, amikor azt mondja, igen, hogy szóval azt mondod, hogy van esély. De mondjuk, hogy úgy mondtam, hogy tetszik a line-up, én sem gondolom, hogy 90 meccset fognak nyerni, csak hogy nem annyira elveszett szerintem a Royals, mint... Van 1%. Fekota szerint 71 győzelemre jók lesznek idén. Szerintem van az 74 is. Napum. Majd ezt leboxoljátok a szezon végén akkor Pekota bácsival. Harmadik helyen a Chicago White Sox. Méghozzá a nem túl veretes 83-79-es. Várjál, ez a Pekota ez idei évre szól? Igen. 83-79-es győzelemvereség mutató, és 13% mondjuk az, ezt tekintve egyébként nem annyira vészes, 13%-os esély, hogy megnyerjék a csoportot. Eléjük került a Cleveland Indians, akikkel viszont nagyon-nagyon, hát nem tudom, bőkezű volt a Pekota algoritmusa, vagy nem tudom hol tenni igazából. 86-76-ra jósolja a Clevelandet az algoritmus, és 25%-ot ad arra, hogy megnyerik a csoportot. Érdekes minden esetre. Shane Bieber nyer 30 meccset, mondjuk, minden startját megnyeri, 32, akkor már csak 50-et kell behúzni többieknek. Van esély. Hogy húznak egy lapot 19-re, és minden meccsen Bieber fog kezdeni. Igen. Az első 10 meccsen aztán leszakad a karja. És hát a Minnesota Twins-t torony magas esélyesnek hozták ki egyébként, 91 győzelem, 71 vereséggel és 61%-os győzelmi eséllyel, ami a csoportot illeti. Szóval a Pekota szerint a Twins behúzza nagyon simán, és a Cleveland pedig szoros harcban lesz majd a wildcardért. Én kíváncsi leszek a ti tippjeitekre, ennél a centrálnál majd. Kíváncsi leszek.
Ez egy érdekes csoport lehet egyébként szerintem. Igen, ezt tűnik egyébként így az egyik legérdekesebbnek. Itt ez a Twins Vizax páros, illetve hát ezek szerint az Indians is. És még a Detroit húz egy valami szerencse gombát. Ugyan ez a Royals is. Detroitba biztos kapni sokfajta gombát, de az a szerencsét nem hoz. Az, abban egészen biztos vagyok. És akkor térjünk haza az American League keleti csoportjába. Hát a keletről ugye elég sokat beszéltünk, sok adásba. A Rays-ről is volt egy, hát mondhatni egy külön szegmens, amikor elcserélték Snellt. Toronto Blue Jays-nek is szenteltünk elég sok adást. Hát magunkról nem beszélnék, mert jövő héten úgyis kielemezzük majd a csapatot, hogy gyakorlatilag minden héten ezt tesszük. Ugye a Jays jól erősített, aki hallgat minket, azt szerintem fejből felsorolja, meg már említettem is, George Springer, Marcus Semien, a closer Kirby Yates-t is behúzták, próbálták a rotációt is erősíteni, Robbie Ray-t megtartották, hogy Steven Matz a New York Mets-től csereg keretében érkezett. Hát az ütősoruk az nagyon erős, ugye itt is a berobbanó fiatalok, Biggio, Bichette. Én Vladimir Guerrero-tól is idénre várom azt a szezont, amit 2-3 éve mondanak, hogy ő aztán egy igazi terror lesz, de hát annyira fiatal volt még, hogy nem meglepő, hogy nem hozta azokat az űrszámokat, amiket mondtak neki. Szerintem az a baj, hogy ő is el fog kezdeni majd egyre jobb lenni lassan. Olyan kízelle. Hát ott főleg. Miért mondják? Viszont a rotációjuk az szerintem harmatos. Hát Ryu az remek egyes számú dobó, és én minden cikkben azt látom, hogy jaj, tök jó, mert a Jace megtartotta Robbie Ray-t. Most én Robbie Ray-t minden évben behúzom fantasybe, mert rengeteg strikeoutot dob, de agyrém a csávó, állandóan legalább ugyanannyi séta, meg rengeteg pontot hoznak róla. Szóval megvan benne a potenciál, hát tényleg remek strikeout dobó játékos, de minden másban eléggé rossz. Úgyhogy ő a második számú starterjük. Én nem vagyok meggyőzve a Jace rotációjáról. Mondd csak. Ja, semmi. Tehát gondolom, akkor az lesz a taktika, hogy üssünk több pontot, mint az ellenfél. Valószínűleg. És akkor azzal megvan oldva a Robbie-re is tartok nála. Győzelem. Ugye még a Nate Pearson-t, a fiatal Nate Pearson-t szokták kiemelni, de ő meg most lágyék húzódással küszködik, úgyhogy valószínűleg nem lesz bevethető így április elején. És hát ő lehet az, aki még így biztosra teheti, hogy biztosabbá teheti a rotációt a Jace-nél. Aztán a részről is mindig beszélünk, hogy igazából teljesen mindegy, hogy a télen mit csinálnak, úgyis versenyben lesznek legalább a wildcardért, hanem a csoportgyőzelemért. Ugye Blake Snell is elment, meg Charlie Morton, úgyhogy a rotációjuk gyaníthatóan visszaesik, de behúzták Chris Archert megint, meg szerintem Colin McHugh leigazolása is jó ötlető, ugye korábban az Astrosban jól indult, aztán kicsit így félrement a karrierje, most szerintem tökéletes helyre igazolt, hogy helyre rakják újra. Úgyhogy én semmiféleképp nem írnám le a részt. És ugye Mike, szerintem te említetted, hogy te eléggé bízol a Red Sox-ban is. Ugye a line-upjuk az teljesen jó, hogyha J.D. Martinez kicsit összeszedi magát, akkor szerintem számolni kell a Red Sox line-upjával is. Hát ott is inkább a rotáció az, ami kérdéses. Ugye Chris Sale szintén könyökműtétből lábadozik, mint Severino. Nyár közepe felé lesz bevethető. Ha valahogy addig így a víz felett tartja a fejét a Red Sox, akkor még akár a Széllel még akár versenyben is lehetnek. Hát meglátjuk, én annyira nem bízom a Red Sox-nak a rotációjába, de láttam már sok mindent, úgyhogy nem lepődnék meg tőlük semmin. Na mit mond a Pekota? Még az ja, Orioles, várj. Ja, azokkal számoltok? Már bocs, Robi. De hát nem számolok, hogy ott is... Hát mondanám, hogy újjáépítés, de gyakorlatilag nem történik semmi. Történt valaha bármi. Félix Hernándezt behúzták, nem tudom miért mondod. Szerintem meg Matt Harvey-t. Meg Matt Harvey-t, ja. Pont ellenünk dobott ő. Hát meglátjuk, hogy az Orioles-nál. Tavaly egyébként ugye meglepően a csonka szezonban volt egy
jó periódusuk, amikor még arról is szó volt, hogy lehet, hogy bejutnak ebbe a kibővített rájátszásba. Most igazából 162 meccsen valószínűleg teljesen esélytelenek lesznek, és nagyobban megmerem kockáztatni, hogy a Pekotta is azt mondja, hogy 0% esély. Ezt nagyon jól gondolod. Baltimore Orioles 66-96 és 0% esélye csoportgyőzelemre. Boston Red Sox 80-82, tehát őket ilyen 50% közeli átlagra teszi az algoritmus, és 1% esélyt ők is kaptak a csoportgyőzelemre. Egy kis csontot odadobtak át. Igen, ez egy ilyen, ha minden jól alakul nekik, és mindenki másnak totál káosz, akkor behúzhatják. Toronto Blue Jays harmadik hely 85-77-tel, és 7% esélye csoportgyőzelemre, és egy meccsel előzi őket meg a Tampa Bay Rays, 86-76 a győzelemvereség mutató az algoritmus szerint, és 11% esély arra, hogy megnyerjék a csoportot. Első helyre pedig hát minő meglepetés, minket raktak. New York Yankees 97 győzelem, 65 vereség, ezt én egyébként sajnálom, hogyha nem jönne össze Boone-nak megint a 100 győzelmes alapszakasz. Én ezért trukkolok nagyon, hogy az sikerüljön. És egy 81%-os csoportgyőzelmi esély, ami most a National League egy gyorsan visszapörgetem, de ha jól emlékszem, akkor a Dodgers mellett, sőt, még a Dodgers előtt is. Ja, nekünk adta a Pekota a legnagyobb esélyt arra, hogy megnyerik a csoportot. 81% ez a legtöbb az egész ligában. Dodgersnek volt a második 78-al. Úgy legyen. Ámen. Ámen. Két nagy szent élet ül elmenezte. Szóval ez, igen, tehát én bízom benne, hogy nem lesz gond igazából. Itt, amit te is elmondtál, hogy a rész az ugye gyengült. A Blue Jays talán még nem fog annyira összeállni, plusz rotáció kérdés. Hát a Red Sox-szal én megmondom őszintén, hogy nem számolok idén, se a Baltimore-ral, de én gondolom, hogy be fogjuk húzni a csopit, és nem kell megint a wildcard helyért kaparni, mint ugye tavaly. De biztos lesz olyan, hogy fogni fogjuk a fejünket, hogy... Az 100%. Nem is egy... Soha nem történt ilyen. Igen. Akkor nézzük a... Igen, nézzük a tippelést, azt akartam éppen mondani. Én megint maradok a végére. Kezdjétek csak. Akkor figyelj, kezdem én úgyis én vagyok a legkevésbé tisztább szerintem itt az erőviszonyokkal. Majd a strikeoutot olvasod. Így van, az marad nekem is csak. Akkor megyünk, hogy ugyanígy, hogy nyugat. West. Yeah. Hát jó. A három csoport győztes, meg két wildcardja. Az tiszta sor. Nyugatra én keveset kockáztatok szerintem, és az Astros-t mondom, mint csoportgyőztes. Centrálban, hát nem akarok felülni a hype vonatra, hogy a White Sox behúzza, tehát én maradok a Twins mellett, hogy Zsinórban mennyi harmadik lesz ez nekik? Azt hiszem, hogy Zsinórban harmadik csoportgyőzelme lenne nekik, vagy győzelmük lenne. Én ott a Twinsre tippelek, hát a keleten pedig ugye nem kérdés, Szenteknek is maga felé hajlik a keze. Boston. A Bostonban azt remélem csak, hogy az Orioles megelőzi őket valahogy. Az gyönyörű szép lenne. Szóval Yankees mindenképpen. A két wildcardra én megszavazom a Rays-t, illetve a White Sox-ot. Melyik Rays meg a White Sox? Rays, White Sox, aha. Nagyon sokban nem fogok eltérni a tippjeitől. Szerintem is az Astros behúzza a nyugati csoportot. Én csipem a White Sox-ot, nekem tetszik, amit csinálnak. Szerintem ők megnyerik a centrált, és bízom benne, hogy ilyen kéz is behúzza a keletet. Szerintem az első wildcardot a Twins elviszi, ezért ők meglepődnék, ha ők nem jutnának rájátszásba. A második wildcardnál eléggé bajban vagyok, de nem tennék én sem a Rays ellen, szerintem. Valahogy ott a nagy kavarodásba ők fognak kijönni. Még ilyen egy meccse többet nyernek majd, mint mondjuk a Jays.
utolsó meccsnapon behúzzák. Igen, Chase Athletics Angels, őket pont valahogy meg fogják előzni. Talán. Tehát wildcardra tippelni, az jó feladat. Bracket challenge felér. Egy? Én Westre mondom a Houstont, Centralra mondom a White Sox-ot, Eastre kiattakömet mondják, nem tudom, de Yankees nyilván. Két wildcard, na itt vagyok bajba. Minnesota lesz az egyik. És a másik nekem ilyen Cleveland, Toronto, meg AS között variálok, de legyen a Cleveland. Egyikünk sem mondta a Blue Jays-t. Blue Jays nem, igen. Ebbi baj lesz. Fekete lovak, igen. De hogy... Kíváncsiak leszünk, majd ezek el lesznek itt mentve, ezek a jóslatok, és akkor majd a szezon... Már jön nekem egy kajával, csak mondom. Jó, de most fogadás nincs róla, csak... Még nem késő megtenni tétjeinket. Ja, végül is, igen. No, igen. Mármint, hogy egyikünk sem mondta a Blue Jays-t, meg én is így ferde szemmel nézem a rotációt, de mondjuk, hogyha ez a line-up nem jut be a playoff-ban náluk, akkor az érdekes. Már nagyon nem lehet hova erősíteni az ütősorukat. Igen, hát ott abszolút a dobókon fog múlni a nagy része a dolognak, illetve hát nyilván, amit soha nem szabad alábecsülni a sérüléseken. Meglátjuk, hogy mire jutnak majd. Vagy meddig jutnak majd. És hát akkor azt hiszem, hogy mára ennyi. Még annyi esetleg, hogy a negyedik tetején 7-0-ra vezetünk már a Toronto ellen. Igen, felíró ezt. Ennyit a Torontóról amúgy. Felíró Estrada vágott egy 3 pontos homert, aminek én külön örülök, mert nagyon bírom őt. És akkor ennyivel készültünk mára. Jövő héten már éppen a szezon kezdet előtt leszünk, ami azt jelenti, hogy egy kicsit hazabeszélős Yankees szezonbeharangozót fogunk majd, illetve egy kis latolgatást majd így a szezonnal kapcsolatban, hogy mire számítunk mind a csapattól, mind pedig egyéni szinten a játékosoktól. Hát jövő héten, bocsi, nekünk draft B-vel. Ez majd érdekes lesz, mert az is vasárnap estére van meghirdetve. Ezt majd össze kéne hozni. Igen, azt úgy beszéltük, ugye, hogyha az átcsúszik a következő hétre majd, akkor az lesz az első, majd az ilyen, ami fantazival foglalkozik. De ha úgy lesz az időben a draft nektek, hogy belefér, akkor beszélünk majd arról is, persze. Ja, így legyen. Ahogy hol tudtok minket hallgatni, az is egy nagyon jó kérdés, és azt mondom is, Spotify-on elérhetőek vagyunk az Apple Podcast-en, elérhetőek vagyunk a Google Podcast-en, Pocket Cast-en, és még nagyon-nagyon sok streaming szolgáltatón, így a YouTube-on is egyébként, ami ezúttal holnap, azaz hétfő este lesz elérhető, mármint hogy a videó a YouTube-on. Ott egy kis időt kérek majd, a szemfülesek viszont magát a hangot Spotify-on és a többin már ma, azaz vasárnap fellelhetik este, itt az este folyamán, úgyhogy hallgassátok, és keressetek minket ezeken az elérhetőségeken, és hát olvassátok DS Jenkikről szóló barlangját, ami a jenkikháza.blogspot.com, olvassátok a New York Yankees Hungary-t, ezek a Yankees tartalmak, illetve olvassátok a már emlegetett strikeout.blog.hu-t, ami B birodalma. Így van, és köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet. Jövő héten jövünk ismét. Azt hiszem, nem lehet panasz arra, hogy ez hosszú adás volt. Kellemes hetet kívánunk mindenkinek, sziasztok! Köszönjük! And here's a drive to left. It's mighty high, it's mighty far, and good night!